Elhalasztotta az egységes adóbevallás határidejét a kormány, amelyet március 15-e helyett július 31-ig lehet benyújtani az adóhivataloknak. Ugyanaz a határidő érvényes annak a nyilatkozatnak a benyújtására, amely az adó 2%-át egy non-profit szervezetnek juttatja. Meghosszabbítja az egységes adóbevallás határidejét a kormány, eredetileg március 15-ig kellett volna a bevallásokat benyújtani, az új határidő azonban bőven az első fél éven túlra, július 31-ére tolódott. Ezzel együtt meghosszabbították az 5%-os jóváírás határidejét is ugyaneddig az időpontig. Mindenki, aki kifizeti az adóját július végéig, 5%-os jóváírásban részesül a tavalyi évre vonatkozó jövedelemadójából és a társadalom biztosítási hozzájárulásból. Az állampolgárok idejére való tekintettel és az adóhivatallal való kapcsolat javítása érdekében a bevallást online lehet kitölteni és benyújtani a virtuális magántér vagy az eguvernáré.pro portál révén. Szintén március 15-ig lett volna lehetőségük nyilatkozni az állampolgároknak arról, hogy milyen non-profit civil szervezetnek szeretnék felajánlani adójuk két, illetve esetenként 3,5%-át. A mai kormányülésen ennek a nyilatkozatnak a benyújtási határidejét is kitolták július végéig.